A mai Oscar-gála helyszínét biztosította a Go Buda mozi. Köszönjük szépen a lehetőséget, induljon a videó! Köszöntök minden kedves nézőt itt a hétköznapi Oscar gálán harmadik alkalommal. Az most teljesen mindegy, hogy az Oscar az már 96. alkalommal rendezi ezt meg. Mi harmadik alkalommal ezt megcsináljuk, és mint tudjátok, ez a legfontosabb Oscar gála. Itt fogjuk megbeszélni igazán azokat a velős filmeket, amiket lehet, hogy még az Oscar egy kicsit ki is hagyott. Tehát, hogy mi próbálunk rámenni, hát 4+1 kategóriában idén, ezt a 4+1-et majd a végén, úgyhogy légy szíves, tarts ki a videó végén, mert a legvégén lesz ez a kis plusz, egy kis bónusz kategóriánk. De ugye az elején meg fogjuk beszélni a vizuális effekteket, a legjobb férfi főszereplőt, legjobb női főszereplőt és a legjobb filmeket. Szeretném bemutatni a vendégeinket, hiszen egy őrületes sztárparádét hoztam ma ide nektek, kedves nézők. Kezdeném balról indulva. Itt van velünk Bence! Köszönöm, hogy itt lehetett. Bence mellett jobbra található a híres, gyönyörű szép Bendegúz. Oh. Mellettem itt balra található nem más, mint JD. Köszi. Szerény ember. Az est házigazdája Márton. Marcello. Marcello. Hello, hello. Köszönöm. Kezdjük is talán azzal a kategóriával, ami számunkra is ugye az előző évben, hogyha megfigyeltétek és követitek a csatornánkat, ami hát azért tudom, hogy így van. Ugye a mozigálák, mikre mentünk? Inkább blockbuster filmekre mentünk egész végig. Úgyhogy talán az egyik ilyen legkommerszebb kategóriával kezdenénk, mint ahogy megszokhattátok, a vizuális effektekkel. Mondom, hogy idén az Oscar milyen vizuális effektek kategóriába jelölte a filmeket, és utána pedig, hogyha esetleg van olyan más film, amit mi jobban szerettünk, mint amit az Oscar, akkor azt is megbeszéljük. Tehát a jelöltek. Az alkotó. Godzilla Minus One. Galaxis Őrzői 3. Mission Impossible leszámolás első rész. Amit egyébként már kitöröltetek, most csak leszámolás. Napóleon. Srácok! Nektek ezek közül mi tetszett a legjobban vizuális effekten, mozi élményképpen, vagy van-e más, ami jobban tetszett? Ki kezdi? Haladunk úgy, ahogy előbb, vagy balról? Lehetünk, én akkor megragadom a szót. Jó, kérlek, rögtön, kérlek. Tehát hogy rögtön, tehát nem egészen értem, hogy a Napóleon mit keres itt. Bocsánat, de hogy tehát kritikus vagyok ebből a szempontból, de a Napóleon tényleg egyszer nem értem, hogy a legjobb vizuális effekt kategóriában miért jelölték. Csak ugyan, mint például a Galaxis Őrzői nekem szintén egy ilyen kérdőjel, mert hogy tehát én nagyon szeretem a Marvel filmeket, de hogy a Marvel filmeknek a ugyanúgy, ahogy a Galaxis Őrzőinél is, én azt láttam, hogy nagyon plasztikus a hatása. És például tavaly ugye olyanok versenyeztek itt, mint a Top Gun. Az Avatar a vízútja. Tehát ilyen filmeknél azért igencsak indokolt a jelölés szerintem. Én most azt érzem, hogy ezzel a mostani ötösünkkel kicsit, mintha visszaestünk volna így kategóriában, meg színvonalban. Míg mondjuk az alkotó, az szerintem az év meglepetése volt nekem legalábbis így a vizuális effektek szempontjából, tekintve, hogy látunk ilyen 200-300 milliós blockbustereket írtózatosan borzasztó selejtes CGI-jal, és itt van az alkotó, amit 80 millióból hoztak össze összesen, cakumpak, és sokkal jobban néz ki, szerintem, mint a többi jelölt, tehát összképileg is. Nem tudom, hogy nektek erről mi a gondolat, de hogy én nálam az alkotó az, ami egyelőre messze viszi a primet. Én ezzel a Galaxissal kicsit csatároznék, mert amúgy azt szerintem nagyon szépen meg lett csinálva, de én is azon a párton állok, hogy az alkotó az viszont az brutál. Szerintem az, ha nem az nyeri meg, nem tudom, a Godzilla Minus One, mert az ugye nálunk az nem található semmilyen úton, módon, sehol se, sem mozi, se kalózkodás, sehol sincsen. Szóval azt nem vágom, hogy csak a trailer segített, de hát az meg sokat nem segít. Én azt mondom, hogy igen, alkotó, de én nem csak a Napóleon nem értem, én a Mission Impossible-t se értem. Az olyan
csúnya, hitvány, mi az Isten, CGI volt például a vége, az a vonatos, hogy így mit keres itt ebbe a kategóriába? Na, én a Mission Impossible-rel egy picit hadd vitatkozzak, nekem annyi csak, hogy igazából az a vonatos jelenet valamilyen szinten praktikus effekt, inkább mint vizuális, és a vizuális az csak a kiegészítés része. Tehát én mindenképpen emelem a kalapom a Mission Impossible-re minden évben, vagy amikor kijön egy film, mert az igen, nem visual effects, de praktikusan nagyon-nagyon jól néz ki. És, mert mindent megcsinál az ember 50 hát azért évesen. Is, de amit felépítenek is, tehát az a vonat rész, ott voltak vagonok, amiket felépítettek az zuhanás résznél is, hogy az úgy jól nézünk, és igen, kiemeltek, lehet, hogy jól mondod azt, hogy vannak részek, amik csúnyán néznek ki, mert... Mondjuk, meg buta. Jó, hát de az más. Amikor egyik oldalon vagyunk, és mindig a bal oldalról zuhannak a dolgok, átmennek a bal oldalra, és mindig a jobb oldalra. Szóval ennyien ne nézzek már hülyének. Jó, szóval hát az már, én ezt számok nem szerettem. De... És ez is CGM, ott is ilyen olyan baromságok zuhantak le, és na, nem, nekem az... Nem, értem, hogy meg akarsz győzni, nagyon tetszik. De nem tudok, nem tudsz meggyőzni. De hallgassuk meg a Bencét, hogy ő mire gondol, és utána mondom én is, hogy én mire. Nekem akkor ő egy vizuális effektus, hogyha el tudom hinni, nem veszem észre, kivált belőlem valamilyen érzelmi válaszreakciót, hogyha ebből a szempontból megyek, akkor én ezt nyugodt szívvel odaadnám a Galaxis Őrzői 3-nak, mert a csodálatos Rocket Raccoon-nak a története, az ugye kicsalta a könnyeket Zord ábrázatomból. Igen, itt nagyon szomorú, hogy a Godzilla minusz egyet nem tudtuk megnézni, mert nem volt egy forgalmazó sem, aki behozta volna, és ez egy nagyon nagy szomorúság, amikor már fejlődünk animébe, akkor azt hinné az ember, hogy akkor elkezdünk nyitni a japán filmek irányába kicsit jobban, mert a Perfect Days, ami ugye az idegen nyelvű kategóriába lett jelölve, az meg bejött magyar mozikba. Oké, nem japán a rendezője, de hogy alapvetően egy japán filmről beszélünk. Szóval amiket láttam a Godzilla minusz egyről, ott is valami fika büdzséből 30 ember vagy 20 ember hozott össze egy tényleg világszintű japán katasztrófa filmet Godzillával, úgyhogy e kettő között örlődök, és mivel ugye a Godzilla minusz egyet nem volt szerencsénk megtekinteni, ezért ezt nyugodt szívvel a Galaxis Őrzőinek odaadom. Osztom a véleményt a Mission Impossible-el kapcsolatban, semmi keresni valója nincs ebben a kategóriában, az alkotó pedig tényleg egy olyan voltan, az mélyebb film lehetett volna az alkotó, mert nem nagyon fogalmaz meg véleményt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, semmi újat nem fogalmaz meg, lehet nem is ez volt a célja ugye a rendezőnek, de én pont ezt hiányoltam belőle, szóval nálam ebben a kategóriában a Galaxis Őrzői 3 az a win. Annyiban még egy kiegészítést engedjetek meg, hogy például csak, hogy a Top Gunhoz visszatérünk, ugye hányszor hallottuk azt annak a filmnek a kapcsán, még a marketing időszakban, hogy ugye, hogy nem használtak CGI-t. És hogy nem használtak CGI-t, de és hogy milyen hatalmas és hogy ezért ilyen élethű és látványos. Igen, tehát ugye valójában ott is ugye pontosan ezért lett a vizuális effekt kategóriába jelölve, mint ahogy most itt például a Mission Impossible is gyanítom, mert hogy a jó, vagy hát ez a nincs CGI, ez igazából azt jelenti, hogy csak nem veszed észre típusú CGI-t. Tehát például a Top Gun Maverick-ben ugye nem tudom, hogy láttatok-e, tudjátok-e, ott ugye olyan repülőkkel repültek fent az égben, amikor vették fel az IMAX kamerákkal, hogy arra gyakorlatilag egy skint raktak rá, egy külső borítást utólag számítógéppel, ami azért is extra, mert hogy pont ott szokott általában ugye elbukni egy CGI, hogy most ott mennyire plastikus, vagy mennyire élethű. És szerintem a Mission Impossible-nél ugyanez a helyzet, hogy Isten igazából csak sok helyen nem veszük észre, kivéve amikor ugye nagyon szembeötlő, és jön mondjuk egy ilyen vonatos jelenet, de mondjuk... Vagy egy autós üldözés, hogy mint egy golyó úgy megy az utcákon, szóval az is... Mint a flipper. Igen, de mégis megvannak azok a kiemelkedő csúcspontok, mint például ugye, amikor egy spoiler alert, hogyha nem láttátok, de hát majdnem minden trailerben ez volt, amikor leugrat ugye a hegyről. Igen, igen, igen. És ugye ott hegy van, hegynek van ábrázolva a filmben, pedig az egy rámpa volt valójában. Igen, igen, hogy igen, igen. Soha nem mondtam volna meg, hogy az ott nem egy hegy. Igen, az is egy tök jó kis bemutatása volt, mert azt tetszett, hogy mutattak belőle. Én amit felírtam, mert bevallom sajnos, hogy a Godzilla minusz egyet én sem tudtam megnézni ezek közül, sőt a Napóleont se láttam, de akkor ezek szerint, ahogy mondjátok, nem maradtam le nagyon semmire, vizuális effektére. De én felírtam magamnak három filmet, igazából egyet, amit én nagy... Ez is nehéz a vizuális effektekbe belerakni, de a praktikus effekt, vagy a látványvilág miatt én mindenképp a John Wick 4-et beleraknám, mert szerintem zseniális volt, tehát hogy tényleg egy ilyen mindig mondom, ez egy ilyen opera, egy szimfónia, egy ilyen bunyós film szimfónia, ami három részre van osztva, és mindegyik külön
gyönyörű. Beraktam még a Vonkát, mert nekem tetszett a Vonkának a vizualitása, nem tudom, hogy mennyire láttátok. Én nem láttam a Vonkát. És beraktam ilyen nagyon-nagyon nagyon-nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen halványan fejjel lefele a papíron beraktam a Dungeons and Dragons, mert az látszott, hogy néha csúnya volt, de szerintem abból is megpróbáltak kihozni valamit, amit lehet. Meg nem voltak rossz hangok a filmmel kapcsolatban. Igen, igen. Tehát az a druida átváltozások néha látszott, néha, de azért tele volt színes jelenetek, és ugye a CGI-nál mindig a sötét jelenetekkel próbálnak budgetet kicsit megúszni dolgokat. De még egy kérdést ide, mielőtt még ezt abba hagyjuk ezt a témát, hogy szerintetek mi viszi el akkor itt ezen ezen a gálán, melyik lesz a nyerő? Alkotó. Alkotó fogja elvinni? Galaxis őrzői. Én meg ezt a kettő tippelem. Igen, de megvan a balansz, gyerekek. Én is nem tudom dönteni, mert tényleg a Galaxis őrzői, az állatok animációja az brutál. Az biztos. Meg az, hogy a gépek rajta, benne van a bőrébe, meg a mi az Isten, a húsába, szóval az ilyen nagyon, nagyon kidolgozó a CGI, de hát ezt figyelten aztán a szőrén is már láttuk. Én ezt a kettő tippelem. Én nem tudom dönteni, de mint az tavaly éve ott is néha kettőt mondtam. Hát akkor Márton, akkor te dönts, mert úgy néz ki, hogy én azt gondolom, hogy ezek közül én is nekem tetszett a Galaxis őrzői 3, az alkotót be kell pótolnom, my bad, viszont szerintem én nagyon bízom benne, bár úgy, hogy nem láttam, de az Akadémia Godzilla minus vannak fogja adni. Titkos favoritom, igen. Nagyon bízom benne. Titkos favoritom. Igen, és tudom, hogy ez egy kicsit fura, hogy így, hogy nem láttuk, de én örülök neki, hogyha valamilyen underdog nyer. Mondanám, a legjobb női főszereplő, hiszen a hölgyeké az elsőbség, úgyhogy kezdem is a jelölteket, és az Akadémia által jelöltekkel. Annette Bening, Nayed, Lily Gladstone, Megfojtott virágok, Sandra Hüller, Egy zuhanás anatómiája, Carey Mulligan, Maestro, Emma Stone, Szegény párák. Hát akkor szerintem kezdjük megint Bencével. Mit láttál? Volna olyan, aki nincs itt? Szerinted ki a legjobb? Ezek közül láttam mindegyik filmet. A Nyád volt a legrosszabb. Ezek közül. Ez nagyon rossz volt. Semmilyen szinten nem tudok hozzá kapcsolódni érzelmileg. Szegény Nayed. És nem azért, mert hogy leszbikusok vannak benne, meg sport, meg izé, de hogy annyira üres volt, ahogy ő csak így törtetett a jó, hányatotos sorsú karakter, ugye, vagy hát személy, ez a hölgy, de semmilyen érzelmi válaszreakciót még ez sem váltott ki belőlem. Ugyanígy voltam a Megfojtott virágokkal, mert hogy most fehér európai férfiként a amerikai őslakosokhoz nem nagyon tudsz úgy hozzáállni szerintem. A Maestro és a Szegény párák között vacilálok, hogy melyikre mondanám azt, hogy remélem inkább nekik adják oda, pedig nem mehetünk el amellett, hogy az Oscar politikai döntéseket is szokott hozni, tehát 99%-ra azt mondanám, hogy az amerikai őslakos lányzó fogja megkapni a díjat. Ne legyen így, majd kövezzük meg egymást. De én ezt itt Emasztónak adnám, egyértelműen az volt a legerősebb alakítás számomra ebben a kategóriában, a Szegény párák. Kétszer láttam már. Nagyon jó. Nice. Bendegúz? Nekem a Szegény párák az most friss, tehát ezt két napja néztem meg, így készülvén az adásra, de a többi film is azért erős játékot hordozott szerintem magában. Viszont Emma Stone-nak az alakítása, hogy hogyan mutatott be egy olyan, tehát gyakorlatilag ugye, hát nem tudom, hogy spoilernek számít-e, vagy mondtad, sem, beszélt. De egy csecsemőt, hogy egy csecsemőtből indulunk szellemi fejlődésben, és abból hogyan lesz egy felnőtt érett nő, és ugye a film elejéhez képest a végén ugye ég és föld az a játék, amit csinál, az szakmailag szerintem lenyűgöző. Tehát hogy gyanítom, hogy ő lesz majd itt az egyik nagy esélyes. A másik viszont, amit meg te mondasz, hogy a PC kultúrából adódóan a Megfojtott virágok még, ami szerintem itt igazán szóba jöhet, és ez nem a többi maradék három filmnek meg női főszereplőnek a játékát minősíti le, pusztán arról, hogy maga az Oscar és az Akadémia, én úgy látom, hogy rosszul kezeli a díjazottak listáját, és hogy nem feltétlen azoknak a filmeknek jár mondjuk egy jelölés, vagy a díj, ami valóban
valóban minőségben azt is hordozza, mint amit egy ilyen kicsit ilyen PC checklistnek érzed, hát hogy sőt, akkor menjünk igen. végig ezeken. Hát sajnos a stúdiók manapság belemennek elég. Hát akkor itt igazából be is dobhatnánk, mert hogy ugye nem tudom, hogy a nézők hogy mint vannak ezzel tisztában, de hogy ugye itt vannak olyan kategóriák, amiknek meg kell felelni egy filmnek, hogy Oscar-díjra lehessen jelölni. Tehát és ez a nagyon durván a PC kultúrát viszi előre. Tehát ugye, hogy neked, hogy a filmben egyrészt ugye LMBTQ karaktereknek is meg kell lennie, hogyha ez nincsen, akkor már nem lehet jelölni, és ez még hagyján. De hogy a stábban is meg kell legyen egy LMBTQ karakter, és a kisebbség valamelyik ügyével foglalkozzon egy ilyen történet. Tehát konkrétan itt a kisebbségből ezt ki is jegyzeteltem magamnak, hogy ugye itt az alulreprezentáltság címszó alatt azt fémjelezve próbálják ugye ezt bevinni a kategóriák jelölésébe. Na most kérdem én, hogy például az alulreprezentáltság címszó alatt a nőket és a fogyatékkal élőket mennyire torz és káros egy fedél alá hozni. Úgyhogy számomra ilyen szempontból az Oscar mint díj kicsit vesztett az értékéből, hogy nem a művészi szabadságot és értéket mutatja meg, hogy mi az, amit egy filmmel lehetne esetleg elmondani. Na pont ezért gondoltam azt, hogy beszéljünk olyanokról is, amik nem biztos, hogy az, tehát, hogy amit az Oscaron ott van, de mi láttuk és tudjuk, hogy ennek van értelme, úgyhogy itt is az öt hölgy közül is, hogyha van olyan, aki nektek jobban tetszett idén, akkor, vagy tehát tavaly 2023-ban, akkor nyugodtan, de ez valóban szomorú, és ez már nagyon régóta így van. Tehát ez nagyon régóta így van. Hát bocsánat, hivatalosan ugye idén, az idei az első Oscar-gála, ahol már csak ilyen filmjel lehetett jelölni. Hát ez túl, igen, itt már túl, tehát már nagyon átmentünk már, igen, a vonalon. Igen. 24-estől, úgyhogy érdekes. Erről mi a gondolat? Erre most csak ha már így beletértünk, vagy belementünk ebbe, akkor így kérdezem. Ha már belelöktél minket. Nekem csak annyi, hogy szerintem az Oscar-díj már évek óta nem az, aminek kitalálták. Szóval, ja, és egyre nagyobb baromságokat találnak ki, mert például ugye pár évvel ezelőtt be akarták hozni, hogy akkor a közönség, legjobb közönség kedvenc film, ami nem lenne egy rossz ötlet, csak annyira hülyén látszott, hogy egy ilyen nyomás gyakorlásra hozták ezt be, hogy így, haver, ezt találd ki magad, érted? Szóval meg most ugye két év múlva behozzák a legjobb stand-up-ből, hogy mondják ezt magyarul, kaszkadőrnek járó ilyen díjat, hogy legjobb filmben kaszkadőr, például John Wick valószínűleg végignyerte volna, ha már hát van igen, ilyen. Igen, abba telezem. De hogy így ebben mondjuk már nem éreztem annyira nyomást, de például pont a John Wick-es stáb meg ezt ugye nagyon pusolta, hogy ezek ugye nincsenek megemlítve, nincsenek úgy megfizetve, úgymond ezek az emberek, és amúgy meg is érdemelnék, mert brutál, hogy mit művelnek le. Nem az, itt, nem az a díj, ami régen volt. Igen, és itt szerintem meg is fogtad a lényegét, hogy például egy ilyen kategória bevezetése, én az én szememben az már inkább a szakmaiságot akarja díjazni, hogy szakmai szempontból milyen, ellentétben azzal, hogy tényleg arra törekednek, hogy az összes filmben a sokszínűséget emeljék ki, ami persze fontos, és kell is ezzel foglalkozni, meg jó is, de hogy tényleg annyi izgalmas, szép történet van a világ több részein is, hogy csak erre leszűkíteni, hát az nekem kizsigereli a film lényegét, ami talán egy több színű és sokszínű, sokoldalú ipar lehetne, ami nagyon sok oldalról mutathatná be az életet. Ha meg törvénybe vinni bele, hogy legyen LMBTQ tagja a stábban. És haver, ennek kb. Ilyen alapnak kell lenni, hogy ugyanúgy megkapja ugyanazt a melót, amit egy, nem tudom, fehér férfi is megkaphat. Miért ne kaphatná meg? Szóval az annyira alapnak kell lennie. Ja, hát mindig így van, hogyha egyre jobban így ezeket a pólusokat viszed szét, akkor minden tágítasz, és csak az ellentétek születnek meg. Dániel, kérlek szépen, beszélj a hölgyekről. Mit gondolsz? A csajok szerintem amúgy. Én csajpárti vagyok. Hát ez, figyelj, részemre ez nagyon egyszerű, Emma Stone. Emma Stone viszi? Emma Stone, ez belevitte szívét, lelkét, legyen kétszeres Oscar-díjas, és kívánok neki meg egy harmadikat is, vagy akár egy negyediket legyen. Lépje át Meryl Streepnek a magasságait. De brutál, hogy mit hozott le. Szerintem ez eszméletlen. És látszik benne, hogy tudod, nem ez a művészieskedős játék, hanem itt tényleg szívvel, lélekkel, igen, szeretve csinálta ezt a karaktert. És akit másodiknak tudok kiemelni, ez pedig a súg nekem, a Sandra Hüller, brutál az a nő, uram
Jézus Isten. Szóval az, hogy egy ennyire ilyen alap karaktert ilyen magasságokba tud lehozni és vászorra vinni, rémisztő amúgy. Carey Mulligan az hát Maestro egyetlen egy fénypontja. Kicsit spoilerezek már így a műsorba. Konkrétan a fénypontja ez a nő. Szóval, hogyha úgy nézzük, hogy kimentett meg egy Oscar-díjas filmet a totális, brutális fostengertől, akkor az Carey Mulligan, Mulligan. Lily Gladstone, ha ő kapja meg, akkor ez ilyen, most tényleg nem... De hogy így, most őszintén, ezt szerintem most, ha kimennék az utcára, és nem tudom, 10 embert összegyűjtenék, egy le tudná hozni ezt a szerepet. Szerintem. Feküdt egy ágyba a fél film feléig. Kb. Szóval nem is nagyon értem, hogy miért van itt. A nájádos hölgy, milyen Beligen? Benning? Annette Bening. Hát őt idős, szépkorú nő, és szerintem ezzel van jelölve, mert szerintem a Jodie Foster jobb. Több jelölték mellékszerepet. Tudom, nyugi. Ezért emelem ki, hogy a Jodie Foster többet adott bele, és szerintem ő, ha ezt a kettős nézzük, ő előbb inkább megérdemelni, mint a Nájádat játszó Annette Bening. Tehát azt mint hogyha azt hallanám ki, hogy az Annette Beningnek a jelölése az olyasmi, mint ami a DiCaprioé volt annó, hogy már így évek óta, mert soha nem kapott Oscart. Nem, a Annette Bening az inkább olyan, mint aki a Kémek hídjáért megkapta a mellék szereplést, nem tudom már a fickó nevét, mert ott a Django, ott a Django-s Leonardo DiCaprio-nak kellett volna megkapnia, de nem ő kapta meg, mert hogy a Kémek hídjában volt az öreg bácsi, aki nem, egy mellékszereplő, ja. Egy öreg bácsi, aki öreg volt, 70 pluszos, vagy 80 pluszos, és ő neki nem kapott Mark még soha Rylance, semmit. Mark Rylance. Igen, ezért ő ott megkapja. És így ez egy ilyen jelölés szerintem, hogy ez a leszett semmi fog meg jól, tudod, kicsit olyan. De Emma Stone gyerekek, ha nem Emma Stone, akkor itt már nagyon-nagyon komoly probléma van a világgal. Akkor ez a konszenzus, hogy Emma Stone... Nem teljesen. Én Marci most mond valami nagyon eltitkolt japán filmet, amiben egy nő óra szerepel. Nem. De amúgy koreai, de nem. Ha izét akarod mondani a Past Lives-ból? Greta Lee, igen. Nem muszáj volt lelőnie. Nem Greta Lee, köszönöm egyébként, hogy mondtad. Muszáj volt lelőnöm. Jó, akkor ezzel kezdem. Azzal kezdem, hogy szerintem az Oscar snub az a Greta Lee ebben az egészben, hogyha tényleg azért mondjuk, hogy nincsen abban a filmben egy LGBTQ+, vagy nem tudom, mit nem reprezentál, a Past Lives sokkal több díjat, vagy az előző életek sokkal több díjat megkaphatott volna idén, mint amennyit kapott. Ez egyik legjobb film volt tavaly, és Greta Lee szerintem abban is nagyon csodálatos. Az is egy viszonylag egyszerű karakter, de nagyon sok érzelemmel van eljátszva, főleg egy utolsó jelenetben. De emeljük, hogy jelölést kaphatna. Szerintem díjat legalább, nem. Legalább. A Nájádot játszó Annette Bennett helyett inkább betenném amúgy a Past Lives-os lányzót. Lily Gladstone-nal én sem tudok egyet érteni, mert az nagyon nagy, szerintem nagyon szomorú lenne, hogy ő kapna meg. Sajnálom az indián népet, nem azért, semmi bajom nincs velük, csak tényleg. Igen, elmondtátok már, miket kellett. Annette Beninget egy picit annyiban megvédeném, hogy szerintem azért te sem akarsz ott a vízben állandóan úszkálni, tehát kemény lehetett ott 60 évet, tehát azért látszik, hogy abba belerakott mindent. Az biztos. Úgyhogy az le a kalappal. És én is az Emma Stone-nak nagyon szívesen, tehát nagyon örülök, hogyha ő kapja, de mindig megint az underdogokat mennyire szeretem. Amit említettél, Sandra Hüller zseniális abban a filmben, imádom a játékát, tehát én egyáltalán nem leszek szomorú, hogyha azért nem kapja meg az Emma Stone, mert mondjuk a Sandra Hüller kapja meg, mert a Sandra Hüller szerintem zseniális az abban egy, igen, az egyetlen egy mencsvár, hogy ne kapjak mental breakdown-t rögtön, hogyha ő kapja meg, akkor azt mondom, hogy jó, nagyon fáj, mert imádom, és szerelmes vagyok Emma Stone-ban, ez zseniális amúgy, de ott még meg tudnám bocsájtani. A előző érdekes lányzónak a nevét? Greta Lee. Lee? Yes. Greta Lee. Nem csak itt játszik nagyot, hanem a Morning Show-ban is. Köszönöm szépen. Yes. A viszonthallásra viszlát. Szevasztok. Bármi, ami bennetek maradt, úgy érzem, a konszenzus Emma Stone-nál megjelent. Valami még esetleg, bárki? Hát ha Lily Gladstone megkapja, tudjuk, miért kapja meg. Nagyon erős női kategória után, akkor térjünk rá a pasikra. Jöhet a legjobb férfi főszereplő kategóriája. Mondom a jelölteket. Bradley Cooper, Maestro. Colman Domingo, Rustin, Paul Giamatti, Téli szünet, Cillian Murphy, Oppenheimer, Jeffrey Wright, American Fiction. Bence? Itt is ugye úgy volt előzetesen, amikor nagyon megcsúsztam az Oscar watchlist-tel, hogy Rustint nem fogom megnézni, de megnéztem,
és nem bántam meg. Na. Nem bántam meg. Tök mesélj nekünk. Ugye, aki nem vágja a sztorit, ugye a Domingo úriember ott játszik egy fekete, meleg politikai aktivistát, aki összehozza azt a hatalmas tüntetést Washingtonban, amin a Martin Luther King elmondja, hogy van egy álmom. Ami után ugye megszüntetik a nemi, fai, szexuális orientáltság és hit szerinti szegregációt és megkülönböztetést, a Civil Rights Movement-ről van szó. És meglepően érzelmes film volt, ami nem működött benne, az ugye a szerelmi vonal, mert ott a szerelmi háromszög az ugyan nagyon-nagyon fura volt, amit ott elő akart hozni, ott megállt a film, de ahogy a politikai agendáját vitte a csábó, az egyébként tök jó volt. Viszont itt nagy valószínűséggel az Oppenheimer fogja megkapni, mert Amerika a saját bűntudatát szeretné egy kicsit alacsonyabb szintekre helyezni azzal, hogy x év után végre elismerik ezen a palettán is az Oppenheimernek az érdemeit. A American Fiction is egyébként egy nagyon meglepő, egy jó film volt, nagyon sokat nevetgéltem rajta. Téli szünet az rendkívül érzelmes film volt, az ilyen síros-pityogós film. A Maestro, az a smink, úgy az egész. Nem szeretnék rá szót pazarolni. De várjál, csak hogy jól értem a szavaidból, akkor te a Killiannek adnád ugyanúgy? Nekem a Killian Murphy így van, egyébként. Tehát, ezek nem csak a bűnbánat miatt, hanem az is, mert jó benne jelenti. Van a, ugye aha, az, ami a külső, az externál. Aha. Bennem meg ugye az van, hogy igazából a legnagyobb érzelmi választ a Killian Murphy váltott, aki belőlem ezen filmek kapcsán. Én hát annyit mondanék igazából erre vonatkozóan, hogy Bradley Cooper a Maestro-ban ő szép volt. És én nagyjából ennyit éreztem a részéről. De persze nem, tehát nem leértékelném a munkáját, csak hogy olyan rendben volt, de semmi extra. Na most a Comment Domingo, aki nekem örökké a Fear the Walking Deadből lesz meg a csávó, aki nagyon hasonló karakter játszik ott is gyakorlatilag. Oké, ez is megvolt, de hogy ott sem éreztem azt a hüde valamit, míg mondjuk maga a sztori persze még akár indokolta is volna. Na most nekem az idei év meglepetése a filmben, már hogy így a 2023-as etapé, az a téli szünet. És a Paul Giamatti benne oda meg vissza voltam. Imádtam minden egyes percét, amikor a képernyőn volt. Szerintem szenzációs volt. Annyira jót játszott, annyira kihozta ezt a jóhiszemű, de keménykötésű, nagyon régies és keményvágású tanárt, aki azért valahol a lelkemén egy nagyon jó és kedves ember, és ahogy mondtad, voltak érzelgős pillanatok, mindaközben, hogy ugye rengeteg nevetést okozott nekem ez a film. Tehát, hogy én közte és a Killian Murphy között morfondírozok. Valószínűleg itt be fog jönni az, amit mondasz, hogy amerikai bűntudat, a Oppenheimer pontosabban ugye az atombomba miatt vinni fogja majd a stafétát. Meglátjuk. Én bízom abban, hogy a Paul Giamatti az, aki még így tényleg valójában esélyes erre. Hát a Jeffrey Wright pedig ott megint azt éreztem, hogy így oké, jó volt egynek. Tehát, hogy nem rossz, de nem az az extra különösen valami. Mert hogy ő, tehát, hogy én nagyon hasonlónak éreztem az ottani karakterét, vagy inkább a játékát, mint mondjuk a Westworldben. Tehát ő nekem ő nagyon olyan, mint a Tom Hanks. Hogy Tom Hanks minden filmjében Tom Hanks. Robert Downey Jr. minden filmjében. Igen, ez a másik. Igen, mindegyikben Tony Stark. Igen. Hogy meséljek el egy rövidke történetet. Kérlek. Ez az út, ami most ideig elvezetett minket, ugye Jóska Pista bácsi, ugye 1960-ban azt mondta, hogy lesz egy ifjú legény, akinek ki lesz taposó az útja. Ezt az embert úgy hívják, hogy Killian Murphy. Ugye Killian sokszor dolgozott együtt a nagy istenekkel, ugye Nolan és társai. Mégiscsak kitaposták az útját, és elért ugye idáig a Szent Péter kapujáig. Amen.
Szóval valószínűleg ő kapja meg. Ez olyan szinten ki van ennek az ember. Köszönöm szépen, köszönöm. Várom az Oscar-t. Szóval, hogy olyan szinten ki van taposva az út ennek az embernek, hogy ez megnyerje, hogy ha nem ő nyeri meg, akkor itt nem tudom, földcsúszamlás lesz. Tényleg nagyon oda tette magát. Erre várt már nem tudom, szerintem 10 éve minimum, de lehet, hogy 20. Mert tényleg végig a Nolan mellett, végig mellékszereplőben, és akkor a Nolan azt mondja, hogy alig vártam, hogy főszereplőnek lássanak. Hát bazd meg, miért nem írt eddig olyat? Hülye gyerek. De tényleg, ezeket a érzések, mindenki, jaj, nem aranyos! Elvette a lehetőséget. Na mindegy, de adom, megadtam most neki, hogy tudtam, ő mélyen érezte Nolan, hogy majd lesz 20 év múlva egy Oppenheimer film, amiben majd te leszel, ifjú legényem, és megérdemli, ő kapja meg, Jeffrey Wright. Nagyon funny ez a film, nagyon aranyos. Én még több funnyságot akartam. A dráma része megvolt, a funnyság az kevés volt, pedig még funnybb lehetett volna, de nem hozott semmi pluszt, ugye, amit itt is beszéltünk. Ezért ne haragudjál, hogy én szeretném, hogy a Nolan így vegye el tőlem a lehetőséget, hogy 10 éven keresztül minden filmében egy király mellékszereplő vagyok. De... Az oké, király mellékszereplő, de mindig mellékszereplő. És a mellékszereplés, ha mindig mellékszereplő vagy, az egy idő után a pszichédre nem annyira jó, hogy te mindig csak egy második vagy. És szerint nem tudom, hogy mennyire igaz ez a Kiliannél, mert mindig csak egy ír pacákról beszélünk, nem tudom, hogy náluk ugye, hogy működik a gondolkodásmenet. Hát nem tudom, hogy nála ez mennyire lehet. De hogy így neki lehet, hogy a Peaky Blinders hozta azt meg, hogy ne örüljön meg, hogy ott egy egész sót ugye elvisz a hátán. De azért az, hogy te éveken keresztül mellékszereplő vagy, ezt nem hiszem, hogy annyira jól esik egy színésznek. Ez olyan, mintha te éveken keresztül mondjuk egy, nem tudom, cserecsatár vagy a tököm tudja, Szoboszlai mellett, érted? Aki csak akkor jön föl, amikor valaki lesérül. Csak közben meg nekem van egy ilyen érzésem, ami nem tudom, hogy a Cillian Murphy osztozik-e, de hogy én inkább vagyok csatár NB2-ben, mint kispados NB1-ben. Hm? És akkor ezzel meg is erősítettem a... Én megértem ezt a látásmódot, ezt a víziót. Én ezt értem. De hogy szerintem neki előbb is járhatott volna már valami. Nem feltétlenül Nolannel, bárkivel egy ilyen valami nagyobb szabású, mert bőven megvan benne a potenciál, és a Peaky Blinders-ben full megmutatja a faszi. Igen, és ehhez viszont hozzátartozik szerintem, hogy nem is olyan régen jött ki egy újabb filmje a Cillian Murphynek. Nem fogom tudni megmondani a címét, mert annyira jó lett, hogy a címére sem emlékszem. és ott jön ki Isten igazán, hogyha nincsen melletted egy olyan rendező, aki úgy tud instruálni, ahogy ő azt valóban elképzelte, akkor a Cillian Murphy rohadtul nem a jó színészek közé sorolandó. Tehát, hogy abban a legutóbbi filmjében nem hozott jót. De hogy még csak ilyen tök átlagosat sem. Sajnos, én legalábbis ezt láttam, meg a véleményekből is, meg a... Én itt egy kicsit beleállnék egy olyanba ebbe a beszélgetésbe, hogy például a Dunkirkbe, ámbok a Dunkirk, az szerintem nem volt egy olyan húda nagy Nolan csapás, és ott például ott ugye a szerepel benne, és én már nem is emlékszem, hogy mit csinált ott. Szóval, hogy így. De közben meg ott van egy 28 nappal később, amit meg egyedül lehozott. Tehát, hogy az meg a tehát, hogy gyerekek azért az elején is ő bebizonyította, hogy ő tud. Az hát való, az elején azzal kopogtatott a Nolanhez. Való igaz, hogy kell neki egy jó instrukció, talán a rendezés. Kell. Hagyjam még végig. Bradley Cooper, a Maestro. Felesleges volt ez a 7 év szegénynek az életéből, amúgy nagyon sajnálom. Én nem tudom a sminkre, hogy miért, vagy a maszkra. Nekem annyira nem volt problémám vele, szerintem adta amúgy, adta az a smink. Pont az az erőssége a filmnek, a smink. Igen, szerintem is. Várj, ezt mondjuk el, mert nem, tehát ugye a 7 év alatt arra gondolsz, hogy a 7 év tanulta, hogy karmesterkedés. Igen. Szerintem a Bradley Cooper-nél azt érzem, hogy átesett a ló túloldalára, túlvitte, túlhúzta, nagyon nem szabad fullba nyomni a kretént, és ő túlnyomta amúgy. Domingo szerintem nagyon jó volt. Az egy tök jó film. Egy hetes. De hogy így ennyi. De amúgy tényleg nagyon jó hozza azt a két skálán mozgó faszit, hogy így tényleg kb. Két ilyen szerepet hoz, ugye az aktivistát, és ugye a szerelmes, vagy szeretőt úgymond valamilyen téren. A jó, a Paul Giamatti, hát ez meg... Az a film, az egy olyan feel-good movie, amit utoljára a Walter Mittinél láttam a Ben Stillerrel. Ez egy feel-good film. És annyira aranyos, annyira kedvelhető, de hogy így mindenki, a srác is, a másik mellékszereplő, ugye a mellékszereplő hölgy, aki megkapja az Oscart, remélem, mert nagyon-nagyon megérdemli. Mindenki, ez a hármas fogat, ez nagyon jót hozott.
cuki film. Én a téli szünetre visszatérnék majd a legjobb filmeknél, azért nem is akartam jobban, mert hogy visszatérünk. De hogy néván Killian, Cillian, Szalian. Nagyon fogsz örülni, amit mondok. Zsidé, kérlek. Várom. Mert hoztam megint olyan jelölteket, akik snobok, Oscar snobok. Én is akarok hozni őket, csak mindig megvárom, hogy felvezesd. Mi az, hogy Oscar snob? Az Oscar snob az azt jelenti, hogy, hogy ki, konkrétan a, tulajdonképpen a nézők egyetértenek abban, hogy nincs ott a listán valaki, akinek ott kéne lenni a listán. Tehát, hogy egy ilyen konszenzus a nézők valaki között. Én remélem, hogy azt mondod, akire gondolok. Ezért is mondtam, hogy nagyon fogsz örülni neki. Bekészítem. Vonz be a vonzás törvényével, mert Zac Efron nagyon megérdemelne egy jelölést ebben az évben. Zac Efron. Köszönöm. Nekem mindig egy kicsit ilyen B-listás körül volt, de ezzel az évvel felrakta oda a pontot, mert zseniális volt, és a Vaskarom, mint film, az alapból egy hatalmas nagy Oscar-snap. Iszonyat jó az a film, és megnéztem azóta még egyszer, és komolyan mondom, erről majd úgyis beszélünk a legjobb filmeknél, nagyon-nagyon szomorú, hogy az nincsen felemelve az a film, mert zseniális. Minden évben van egy olyan film, ami a Oscar nagy elszenvedője, mint tavaly például a Babylon, amit én nem szerettem. Bocsánat, az azért nincsen talán kiemelve különösen, mert a magyar mozikban csak két év magyar múlva. Mozik, de a Amerikában december 22-én. Hát 2023-as filmnek számít, ugyanúgy, csak valahogy lecsúszott, vagy valamilyen nem kapott. Az A24 valamit elbaszott. Azért, mert nem küldték ki már ilyen filmfesztiválokra, és emiatt ott elcsúszott ez az egész díjazás rész, és ez egy iszonyat nagy sebe amúgy az összes filmfesztiválos, meg filmdíjas ilyen ceremóniáknak, hogy a Iron Claw nincs ott. Ez így van, tényleg zseniális film. És még ki szeretném emelni, remélem jól mondom a nevét, Barry Keoghan, vagy Keoghan, mert ő már mondta magát így is, a Saltburn-ben szerintem nagyon jót alakított, és lehet, hogy az akadémia tagjainak az utolsó 10 perces pucértáncos rész lehet, hogy kicsit így durva volt, de maga a játék a srácnak, és hogyha láttátok a Saltburn-t, akkor rengeteg olyan jelenet marad meg, ami szerintem utána nem tudott egyszerűen kivenni a fejedből, tehát hogy zseniális. Úgyhogy én ezt a kettő fiút mondanám, akik Oscar snobnak. Mondjad? Háromból kettőt elmondtál. Még ki a harmadik mondta? Ki hiányzik egy férfit. Ki az a férfiú? Taron Egerton. Ja, a Tetris? Én... Figyelj, hogyha egy Jeffrey Wright itt lehet egy ilyen szereppel. Jó, de azt picit tudjuk, miért van itt a Jeffrey Wright. Tudjuk, igen, tudjuk, de hogy ha ő itt lehet, akkor egy Taron is ott lehet. Vagy akkor ennyire, mert ugye én ezt a három srácot írtam fel a fejembe, hogy így, ha ezek ekkora hiány, mert nekem ezek hiányok amúgy, akkor legyen az is, hogy a nő és a férfi főszereplőket 8-ra visszük, mint a legjobb filmet, ja, a 10-re. Érted? Igen. Egyébként nem volt rossz a Tetris, azt szerintem pont megütné azt az Oscar alját. Tudod, hogy egy díjat még oké, díjazzuk. Ha már egy Rocketmanér nem, ezt mindenében fogom mondani, ha már egy szájavert Rocketmanér nem, nem mindegy, hagyjuk, akkor legalább ezért. Akkor legyen az, hogy ő is megkapja azt, hogy jó, nem kaptad meg azért, itt van egy ilyenért, tudod. Yeah. Akkor most nem mondjam a Zsidének, hogy a Rocketman szerintem nem volt olyan jó. Mai napig nem láttam a Rocketmanről később beszélünk, hogy kinek hogy tetszett. Cillian Murphynek kell megnyernie, egyértelmű, ő volt a legjobb. Annyi mém született ebből az egészből, ahogy csak ott egyenesen néz a kamerába és a cigi lóg a szájából. Persze, hogy neki kell megnyernie. Mindig a mémek. Persze, hogy a mémek miatt neki kell megnyernie. Itt a kellen van a hangsúly, de hogy én például a Paulnak a téli szünetért én mondjuk szívesebben. Úgy egyébként igen, ha már underdogok és mindig szeretjük, akkor itt egy picit ő az, és zseniális. Tehát ha valaki, akkor ő aztán tényleg rohadt régóta várja azt, hogy így igen, oda igen. És itt se lennék szomorú, hogyha ő kapná meg nagyon a Killian nem. helyet. De, mert a Paul Giamatti de a világ viszont felgyújtaná szegény. Az biztos. Paul Giamatti tényleg mindent beleadott, és ő amúgy is egy nagyon-nagyon jó színész, akit sose raknak fel az állistás mezőnybe. Jó, szerintem akkor ezzel lezárnánk ezt a részt, és akkor... Mi volt a baj a Rino-val? Elérkeztünk a legeslegfontosabb díjhoz, amit egy picit összemostam idén a legjobb rendezővel. Ki lehet emelni rendezőket, de beszéljünk csak a legjobb filmekről, hiszen általában a rendező és a film ugyanaz a díj, ugyanazt kapja. Vannak kivételek egyébként azért, de általában ugyanazt kapja. Mondom a jelölteket. Legjobb film. American Fiction. Egy zuhanás anatómiája. Barbie. Téli szünet, megfojtott virágok, Maestro, Oppenheimer, előző életek, szegény párák,
és az érdekvédelmi terület. Kérdezném Bencét, mi volt a legjobb film tavaly? Számomra Szegény párák, de itt azért nem olyan egyértelmű, hogy kinek fogja az akadémia odaadni, mert itt van fekete, van amerikai őslakos, van náci, van LMBTQ, igen, meg itt a Barbie is, ugye. Szóval itt... Meg korai. Igen, meg játék a Mattel-től, tehát hogy nehéz. Nem, a játék a céges érdek is itt vannak. De nehéz. Ezt most nem látom annyira egyértelműnek az Oppenheimer győzelmét most ebben a kategóriában, mert tényleg az érdekvédelmi terület az egy rendkívül sokkoló és nyomasztó film például, tehát az egy teljesen Oscar materiál, és ugye nácik vannak benne. Nekem a Szegény párák volt, mert egy második megnézésre nem csak a női nemről árult el többet, mint a Barbie bármikor, hanem a férfi nemről is. Mert hogy ugye van benne három férfi karakter, aki tényleg a nemünket szerintem tökéletesen reprezentálja egyébként, aki ugye Ruffalo, a Max McCandless, nem tudom a színésznek a nevét, meg ugye a Willem Dafoe. Tehát hogy ott is szerintem van egy tök jó reprezentációja a mi nemünknek is, társadalomnak is. Így van, ellentétben a Barbie-val, ahol ugye a férfiak elég csúnyán megkapják. Nem jogtalanul, tehát jogosan megkapják, de hogy ez nem visz előre minket szerintem, mint társadalom a Barbie. A Szegény párák inkább visz előrébb minket, mint társadalom ezekből a filmekből. Szóval nálam ezek, mert emiatt a Szegény párák a győztes. De érdekes, mert nekem ugye még friss azért a Szegény párák, három napja néztem meg talán. Én pont, hogy azt éreztem, hogy a férfi nem, meg megint meg lett mutatva az árnyéka gyakorlatilag, ami nem megint egy integrált kép, és nem foglalja magában azt, hogy azért a férfi ennél sokkal több is tud lenni, meg amúgy is szerintem, ugyanúgy, ahogy a nő is. Érdekes, nekem annyira Szegény párák nem jött, tehát. Lehet, hogy ez a szakmai ártalom miatt van, tekintve, hogy én ugye, nem tudom, hogy ezt tudjátok, vagy nem, de én integrál pszichológiát tanulok, így azért itt sok aspektusból megközelítjük, hogy mi a nő, mi a férfi, mi az ember, stb. Nem volt egy rossz film, gusztustalan volt sokszor, nagyon, kifejezetten. Üdvözöltük benne a Dobajatit, de alapvetően... Innen is. Innen is. Shoutout. De hogy nekem megint egy olyan abstrakt film lett a Szegény párák, ami így tök jó, meg jó, hogy megszületett, de hogy így a legjobb kategóriába jelölni, a jelölést is megértem, de hogy a megnyerést azt már nem hiszem, hogy az viszi el, tekintve, hogy azért itt igen erős a lista, igen színes, tehát amit mondtatok is, hogy nagyon sok etnikum reprezentálva van, meg ugye a nemi hovatartozás is, ugye itt is több filmben is megjelenik, igen, igen erősen, a különböző társadalmi témákról nem is beszélve, én mégis hármat tudnék kiemelni innen, elfogultan természetesen, de hát azért is vagyunk talán itt, az Oppenheimer, a téli szünet, és hát valahol a harmadiknak meg mégis a Barbie-t érzem. Úgy megijedtem, hogy a Maestro-t mondod. Nem. Majdnem nyomtam, hogy a kiadást. A Maestro-t eleve rohadtul nem értem, mit keres itt a jelöltek között. Tehát, hogy nem írtam végignézni a filmet. Mert meleg a csávó. Igen, tehát, hogy megint ez van. Igen. De most a téli szünet, akkor kicsit beszéljünk már erről, mert nekem az idei év legnagyobb meglepetése volt, mert hogy most, hogy két film között gyakorlatilag, ami eltelik idő, mondjuk két hét, ami mondjuk egy premier között, és ugye ezek a hatalmas blockbusterek, amiket nézünk állandóan hétről hétre, ez a zöld háttér előtt játszunk, a látvány a lényeg, stb. Na most itt van a téli szünet, nekem ilyen életszagú filmet szerintem régen dobott elém az élet, és annyira szép volt látni, hogy itt megjelenik aztán az, hogy milyen az, amikor, bocsánat, visszább egyel, tehát hogy ebben a filmben nekem az jelent meg, hogy mennyire rohadtul a felső 10%-ban élünk, így az átlag magyar ember is szerintem,
és hogy mennyire szomorú látni azt, hogy még így is rengeteg családnál ez ilyen tök átlagos, ami ott a filmben játszódik, hogy így a gyermeket magára hagyjuk, és mondjuk egy válás után ugye nagyobb főszerepet kap az új pár, mint a saját gyermekünk. És a másik, ami viszont nekem sokkal inkább, vagy engem jobban megérintett, az ugye maga a tanár úrnak a karaktere, hogy milyen az, amikor elmagányosodsz, és úgy élsz le gyakorlatilag egy életet már 40-50 évesen, jutsz el arra a pontra, hogy hű, azt a hát magányosan éltem eddig, teljesen izolálva magamat a világtól, és hogy így nem késő ekkor sem bele kóstolni abba, ami eddig mondjuk így kimaradt, de hogy nagyon sokszor éreztem azt, hogy kapar a torkom a filmnél. Úgy, hogy rengeteget nevettünk, és nagyon régen volt egy ilyen film, aminél megvolt ennek a nagyon kellemes harmóniája. Igen, van a buliknak is szíve, ezt nehéz beismernem nekem is, mert azért én is kaptam annó a savat, a bullyingolást, de igen, nem késő újra kezdeni. Nem késő újra kezdeni, mert meglepően érzelmes volt. Hát és még nem csak az, hogy szíve van a buliknak, ezzel nagyon tudok azonosulni sajnos, hanem az, hogy ők is áldozatok valahol. Hmm. Tehát, hogy így megy hát tovább folyamatosan. Hát azért bullyingolni, igen, hát egy ilyen örökös. Ez egy kör. Igen, szó szerint. És ettől vált számomra az egész film annyira kerekké, szépé, jól megírt, írtózatosan jól megírt, szerintem majdnem minden egyes szó az egész filmben, tehát a legelejétől a legvégéig. Fú, nekem az idei év egyik legnagyobb meglepetése volt, és szerint is nekem torony magasan az egyik legjobb élményem is. Téged nagyon jó hangulatba kapott el, szerintem, hogy ennyire, mert tényleg én is imádtam. Uh-huh. Én is bőven beleteszem, szerintem a 10-ből a top 5-be, uh-huh. Sőt, mert a top 3-ba is beleteszem. Yeah. De hogy innen látszik, hogy számomra, és így, amit ugye most így visszajelzel róla, ez egy feel good movie. Nagyon. És téged pont abba valahogy olyan hangulatba tudott elkapni, úgy nézted meg úgy kapcsolottál, gondolom, nem tudom, a bármilyen életedbeli részekkel. Mindegyik karakterhez tudtam kapcsolódni. Igen. Én például azért nagyon imádtam a mellékszereplőnőt, többször már nem mondom, mert én szerintem, ha nem ő kapja, én nem tudom, mit csinálok. Én be tudnám tenni amúgy, nem lennék ideges, hogyha ő nyerné, de esélyes az Oppenheimer fogja, és amúgy egészen, ameddig nem néztem meg, most életemben először volt az, hogy az összeset láttam, jó, kivéve az érdekfilmi terület utolsó 30 percét, sorry, mert ide jöttem, itt vagyok. Most van az, hogy mindent láttam, ami kb. Jelölve volt, mellékszereplés, főszereplés, legjobb film, forgatókönyv, adaptált forgatókönyv, blablabla, bla, bla. De hogy az Oppenheimer az nekem egyre lejjebb ment. Amikor megnéztem, nagyon imádtam. Másodjára is már imádtam, de már láttam a kicsit, amit számomra hibák voltak. És szerintem ez azért van, bocsánat, csak cáfold meg, vagy erősíts rá, mert egy blockbusterről van szó. Nem mondanám blockbusternek, hanem inkább az, hogy már akkora ereje van a Nolannek, amit mondjuk hál' Isten nálam ledöntött kicsit a Dunkirkkel, meg a Tenettel, és azért tetszett ez az Oppenheimer, mert a Tenet az már kicsit ilyen túl vitte már a nem tudom mit, valami anyagot, amit szerintem csak, én is tetszett, nem azt mondom, hogy úristen, de rossz, csak hogy az a Nolanek közül nekem egy 7-es, és úgy, hogy a Nolan ilyen 9-es, 10-eseket csinál általában. De az Oppenheimer az kicsit lejjebb ment, mert például a történet vezetésben szerintem nem annyira jó. Nem érződnek annyira az ugrások, ilyen furcsán ugrik a film egyik pontra a másikra. Értem ezt a fekete-fehéres cuccot, ugye, hogy mit akart vele mutatni ugye a rendező úr, de lehet, hogy még az se annyira felesleg, az se kell ennyire bele a filmbe, hogy így most ilyen téren picit művészkedjünk. De nagyon jó film, nagyon tetszett, és hát nem véletlen néztem meg 2,5-szer. Szóval még a másik felem még az is hátra van, hogy még a másik felét még egyszer befejezzem, meg hát azt emeljük ki, hogy Nolan életében szerintem először írt egy jó női szereplőt. Azért Nolan az nem írt még jó női szereplőt. Azért az Emily Blunt-tal azért szerintem most
először megért egy jó női szereplőt, és így nem tudom, hogy mi történt. Hálásan bánt vele. Mi történt? Nem ő írta, nem igen. Hát ugye ez egy regény adaptáció, tehát hogy a regény igen, az sokat segített. De hogy az ő kezei alatt történt, ő inspirált, ő irányította, és egy teljesen jó női karaktert hozott le. Akit mondjuk a téli szünetes nőci, az ketté ver, de az most mindegy. Na, jó, az American Fiction helyére amúgy, mondom, több fániság a helyére bőven bejöttett volna egy Iron Claw. És még szerintem egy Tetris is, esküszöm, még előbb bejöttett volna. Mert az mégiscsak történelmi, orosz-amerikai ellentét, hidegháborúskodás, legnagyobb játék fucking ever a Tetris. Szóval így nem is értem, hogy miért nincs itt, mert gondolom a Kodának odaadták X-ével ezért, ami az Apple TV is volt, és akkor ezért most, na, még egy Apple TV-t nem érülünk. Barbie aranyos. Kedves, aranyos, én nem vagyok mondjuk annyira így ellenem, mint mondjuk a, itt a két szélen ülő srác. Nem mondtam még sem. Hát amikor beszélt, jó, a kamerák előtt nem, de a kamerákon kívül. Én sem vagyok ellene egyébként. De most, na, mindegy, ne értsetek fél, nem úgy ellene, hogy blablabla, bla, bla, most ne vigyük. Én ellene vagyok, teljes mértékben. Én ellene vagyok mindegy. A Barbie. Szóval, hogy annyira én nem mondtam róla ilyen borsos kritikát, vagy nem tudom, ilyen erős kritikát, mert egyszer jó volt, funny volt, vicces volt. Jaj, most a fiúkat egyszer bántották, hát jó, nekünk is kell, hogy egyszer bántsanak. Hát kit érdekel, bazd meg, menjünk tovább, bazd meg. Hát most ez nem ez az életem, érted? A többi másik 62 millió filme meg állandóan a fehér férfiak az istenek. Szóval egyszer mi is kibírhatnánk egy kritikát. Hát jó, hát ez most így sikerült. De mondjuk az American Ferrarás nagy szöveget, azt még a mai nap nem értem, hogy az miért imádták ennyire. Persze ez nagyon jó volt, ahogy leírta. De ezerszer jobb monológokat hallottam, mondjuk itt társadalmilag, vagy politikailag, bármilyen filme vagy sorozatban. De teljesen valid, meg jó cuccokat mondtak, és például a Szirmai nagyon jól megírta a férfiakra vetített monológot, az is amúgy nagyon perfektó volt. De ebbe a kategóriába szerintem a szegény párák, vagy az előző életeknek kéne. Az, hogy az első rendezés az előző életeknek, ugye a leányzónak ez a filmje, ez eszméletlen, és engem például ez kapott egy olyan moodból, meg én ezzel tudtam úgy kapcsolódni, hogy a kicsit néztem, tudod, az én saját életutamat úgymond, és akkor voltak benne olyan momentumok, amik még ilyen tini gyerekként éltem meg ilyenek, és tudod, amivel tudsz kapcsolódni, az egy olyan film, ami a lelkedhez tud kapcsolódni és kötődni, az olyan, ami megmarad neked, és az előző életek az például olyan film, amit így simán meg tudnék nézni még egyszer, és az a szegény párák is amúgy olyan film, amit bőven meg tudnék nézni még egyszer. Jó, az érdekvédelmi terület, az néven, ha Auschwitz meg ilyesmi, akkor az mindig Oscarra jelölés, persze a utolsó 30 percet nem láttam, de amúgy nagyon jó film, nagyon tetszik, de hogy így, ez is egy Oscar film, szóval egy ilyen a gulág, Auschwitz, nácik, zsidók legyilkolása, és így Oscar film. Ez olyan, mintha már, hogy így, mintha már nem merne nem jelölni egy ilyet az Oscar, mi az nép, 100 fős tagjának 90 év pluszos emberei. Muszáj jelölni, mert hogy anélkül nem tudják túlélni a holnapot. Szóval én a szegény párákat, az előző életeket, és amúgy a téli szünetet is tudom mondani, meg az Oppenheimert. De az Oppenheimer nyeri meg valószínűleg, de ha a szegény párák, akkor nagyon fogok örülni. Ha előző életek, akkor lehet, hogy még könycseppet is helytek, hogy egy kis film, egy ilyen underdog nyeri meg, de hát valószínűleg egy zuhanás anatómiája. Jaj, köszönöm szépen, zuhanás anatómiája. Hát az egy nagyon brutál film, amúgy. Az tényleg, szerintem a tárgyalós jelenet az tényleg egy, amit egy tárgyaláson ülnék. Szóval, persze, mert úgy helyezve akar. Olyan hosszú, úgy van helyezve, és az a rész, az megérdemel mindent, de az, ennek a filmnek a legjobb külföldi filmnek járó díjat kell megkapnia. Ugye ott is előbb van. Azt hiszem. Na, azt kapja meg, itt már nem kell. Én úgy vagyok ezzel. Ennyi. Jó, hát a megfojtott világot meg Martin Scorsese, az meg most ne adjunk már neki még egyet. Na igen, pont ez az, és itt akkor kapcsolódok is az egészhez. Mi a bajom a jelöléseknél? Megfojtott virágok. Scorsese-nek az utolsó 2-3 filmje iskolás filmkészítés. Ezekben már nincsenek újdonságok, a mai nézőközönségnek nem szól, ezek a filmek az idősebb közönségnek szólnak. Nem azt mondom ezzel, hogy rossz filmekről beszélünk, ezek olyan filmek, amik így megnézed, de hogy soha nem fogod az Irishman még egyszer berakni egy reggeli műzli mellé. De ezután megnézzük, nem? Igen, mert nem. És régen a Scorsese-nek volt egy olyan
nagyon finom, nem is tudom, ilyen kis izgalma, hogy régen egy Scorsese film az olyan volt, hogy ütött. Nem, nem csak attól, hogy már hosszú volt, mert olyanok volt a... Mondd ki a filmet. Nem, a Goodfellas például, vagy a Raging Bull, vagy a... Taxi Driver. Vagy a Taxi Driver, vagy a... Tehát, hogy rengeteg Scorsese film... a másik filmet is. Melyik? A Téglát. A tégla. Rengeteg olyan Scorsese film van, ami annyira maradandó, de ezek a legújabb Scorsese filmek iskolás filmkészítések, sajnálom, és nem maradandóak. A Barbie-nál annyit szeretnék hozzátenni, hogy én nem ostorozom a filmet, nekem egyetlen egy gondom van a Barbie-val, az üzenet szerintem káros. A Barbie üzenete az kb. Szétviszi ezt az egészet, hogy férfi-nő, és nem fogjuk meg egymás kezét, mert vagyok annyira pacifista, hogy fogjuk meg egymás kezét, és legyen ez a vége. Sajnos nekem a Barbie üzenetileg nem jött át, mint film, nagyon vicces. A Barbie-val még az a gondom, hogy az Andrew Tate-ek így megerősödnek, mert annyira szétviszi a dolgot, hogy az Andrew Tate feelingek, és az, hogyha egy fiúcska 12 évesen kap egy elutasítást egy 12 éves lánytól, akkor megy haza, és Andrew Tate-et néz. És ez a bajom ezzel. Igazad van. Nagyon ijesztő jövőkép. Ugye? Egyet kell értenem vele, JD, az előző életek az egyik legjobb film tavaly. Mindenképpen hatalmas csoda lenne, hogyha megnyerné ezt az Oscart, nem fogja valószínűleg menjen, de hogyha menjen, akkor valószínűleg te is fel fogsz állni, és sírva tapsolsz, mert én is úgy vagyok vele, hogy ilyen csodálatos kis filmet ritkán kapunk, és tényleg az, ami fontos, hogy egy újra nézhetőség, egy érzelemkiváltás, nem csak egy érzelemkiváltás, több érzelemkiváltás is egy filmben, az nagyon fontos, és ennél a filmnél ez mindenképpen megvan. Volt, hogy egyszer csak mosogattam otthon, eszembe jutott az előző életek, hogy 3 napja néztem, és majdnem elsírtam magam. Tehát szeretném mondani, hogy zseniális. Mennyire szép jelent lehetett. Igen. A Szegény párákat szintén nagyon szerettem. Yorgos Lanthimos mindig beteg filmeket csinál, de ez talán a legközönségbarátabb filmje, úgyhogy biztos. Mindenképpen érdemes ezt kiemelni. És a Zuhanás anatómia az mindig egy jó kis példa arra, hogy hogyan zárj le egy filmet arra, úgyhogy nem biztos, hogy lezártad azt a filmet. Tehát amikor vége a tárgyalásnak... Igen, vége a tárgyalásnak, ott egy fél óra, és így tudod úgy, hogy a fél órában, hogy miért nincs vége a filmnek? Vége kéne lenni, legyen vége a filmnek! Tudod, tehát ez a vége, és zseniális. És hát hadd emeljek be 3 filmet én is, ami Oscar snap, tehát hogy nem lettek jelölve, a Vaskarom, egyértelműen ott kéne lennie, mert zseniális. Kérlek, ne tett, kérlek. Vaskarom. Meséket is szoktak jelölni ebbe a kategóriába, és a Pókember, vagy akár a fiú és a... Hogy van a... Bocsánat, szürkegém. De azok jelölve vannak animációban. Animációs, de nem a legjobb filmre. De nem a legjobb filmre. És hát sajnálom, gyerekek. A John Wick 4 az egyik legjobb film tavaly. Sajnálom, a John Wick 4 zseniális. A John Wick 4-et tanítani kéne. Iszonyat jó film. És nagyon jó. Ha nem szereted a bunyós film, értem meg az akciót, de John Wick az ennél több. Igen, mert olyan érzelmet vált ki, amikor lerúgják a lépcsőn, amikor végre megmászott, hogy azt hittem, hogy letépem a vásznat. Az amúgy, az a tényleg, amikor egy John Wick film kivált egy ilyen érzelmet, hogy jó, fölért, és így berülnek, és legurul az aljas, anyát! Baszd meg! És annyira kivoltam, hogy igen, ne! Többféleképpen tényleg izgalmas, idegesítő néha minden, de olyan kamera megoldások, olyan koreográfiák, olyan játék, olyan pace, olyan vezetése van a filmnek, hogy egyszerűen zseniális. Ami a kameramozgás már egy Kingsman is megkapatta volna a templomos jelenetért. A melyik Kingsman? Az első, 14-es. Ja, 14-ben. Hát jó, persze. Hát ez azért volt. Ez nem most volt. Igen, az. És a John Wick az volt akkor kisfilm. Szóval, akkor szeretnék még itt a végezetül a legjobb filmnél mindenkitől kérni egy filmet, ami a legjobb volt neki. Bence? Tavaly? Így van, és az nyerje. Pókember 2. Pókember 2. Póker zoomon át, és ez remélem megnyeri az animációst. Szóval még az hagy mondjak el 2 animációs filmet, amit szerintem snaboltak. Csibefutam, második rész, Gyurma animáció, stop motion, és volt még egy mese, amit rohadtul elfelejtettem. Teenage Technos. Igen, köszönöm, a Teenage Technos. Oké, az másolja a Póker zoomnak a raj stílusát, de na, lehetett. Amúgy durvább. Mondjuk tudom, hogy egy kicsit ilyen még jobban képregényesebb. Föl van tekerve egy picit, de ennyi. Tehát de akkor kimondtuk, hogy mikor a Pókember volt a legjobb film. A Pókember Pókverzumon át volt. Bendegúz. Legjobb film. Jelöltek közül? Nem, bármi. Bármi, aminek a legjobb. Akkor is a téli szünet. Téli szünet. Téged a téli szünet. Imádom. Nagyon tetszik, hogy így elkapott. Mondom. JD, legjobb film tavaly. Nem tudok dönteni. Muszáj. Nem tudok. Muszáj egyet mondani. Barátok köz 2682. rész. Mondj egyet. De nem tudom. Szegény párek? Vaskarom. Ne idegesíts. Oppenheimer?
Nem, én tényleg nem tudok, basszus. Nem, mondd Maestrót, ezzel nem tudsz mellé lőni. Maestró nagyon, igen, a Maestró. Imádtam a Maestrót. Nem, én tényleg nem, egyszer nem tudok dönteni, nem tudok egyet mondani. Tudod, mit mondjam, azt fogom mondani magamat meghazudtól, amit meg fogsz vágni, hogy akkor legyen a szegény párák. Szegény párák. Nem, ez teljesen jó. Én mindenképpen a John Wick 4-et fogom mondani. Kedves nézőim, megérkeztünk a bónusz kategóriához. Direkt nem lőttem le, mert úgy voltam vele, hogy az Oscaron úgy sincs ilyen kategória, és itt viszont az igazi Oscaron, a hétköznapi Oscaron megbeszéljük ezt a kategóriát. Beszéljünk a legrosszabb filmekről 2023-ban. Kezdjük Bencével. Mi volt számodra a legmegbotránkoztatóbb, legrosszabb film? Hát most így pörgetem, mert a Barbie. Tehát... ez, nekem az nem. Tehát így nem. Most, amióta megnéztem tényleg ezeket a sokkal jobb filmeket a Barbie óta, ami már nyár közepén volt, ugyan, de nem, nekem a Barbie az nem. Tehát így nem. Én szeretném bojkottálni a Barbie-t. Így hallottátok először. Bendegúz? Én életemben szerintem nem éreztem azt egy filmnél, hogy így szenvedés végignézni, vagy én szeretem végignézni a filmeket, és végignéztem, nem tudom miért, a Rebel Moon. Csipázom a Zack Snydert, meg én nagyon szerettem a Snyder verzióját a Justice League-nek, de a Rebel Moon, azt legszívesebben elfelejteném. Komolyan. Én nem láttam, várom a rendezői változatot. Ne nézd meg. ne nézd meg. De pont ez, amit beszélünk, miért kell egy rendezői változat, amikor a rendezőtől jön ki, nem tud vágni, vagy mi történik? Halló, Zack Snyder? Szerintem itt már átesett a ló túloldalára, az Zack Snyder ebből a szempontból, hogy egyszer ugye ezt megtehette, hogy a producereket a kreatív döntésekből kihagyván megvághatta a saját vízióját gyakorlatilag, és úgy alkothatta meg a filmet. A kettő között van egy ló, tehát hogy azt kéne megülnie, ez még talán szerintem messze van a Snydernek, Rebel Moon. Talán a 65, az nem volt jó. És a... Mi vagy ott volt? És a Aquaman 2. Az Aquaman 2 szar volt. Az Aquaman 2. Miket vártok ettől a film? Uramisten! Az Aquaman 1 is rossz, de amikor az egynél még rosszabbat csinálsz, akkor az már a mély pöcelgödör. Az Aquaman 2 nekem is fel van írva, tehát tényleg egyszerűen botrányosan éreztem magam utána, tehát hogy nagyon hányni akartam. De én írtam fel párat. Amin én nagyon kivagyok, és nálam az a top legrosszabb film 2023-ban, az kérlek szépen, vagy kérlek szépen titeket, az az Ari Asternek az Amitől félünk. Ugye, az nem volt. Láttam. Igen, Amitől félünk, vagy Beau is afraid, Beau is afraid. Ari Aster a Hereditaryt és a Midsommart hozta elénk, és a harmadik filmje Joaquin Phoenix főszereplésével katasztrofális. Tehát konkrétan művészfilmkedés, ami 2,5 óra, 3 órán keresztül tart, ahol olyan fasságok történnek, és olyan gyorsan, és olyan sok, és annyira nem érted, és borzasztó, és mit akarsz ezzel színvőzni? Tehát amikor a Yorgos Lanthimos elkapja, és amikor az Ari Aster nem. Tehát, hogy borzasztó. És én még felírtam gyerekek az Elementálokat, és azért írtam, sajnálom a gyerekeket, tényleg sajnálom. Az Elementálok volt ez a film, amit talán nektek is meséltem. Azt hittem a Transformers fogom mondani. Kamerán kívül, én nagyon szeretem, a Pixar filmeket, és úgy voltam vele, hogy meg kéne nézni az Elementálokat, mégis az Oscarra is jelölték, aztán elmentem az IMDb profilomra, mindent rételek, láttam, hogy rételtem. Tehát láttam, de nem emlékszem semmire. Szerintem az egy aranyos film volt. Amúgy szerintem is egy ilyen... Sok benne a subtext. Mondjuk helyette lehet, hogy a Tini Ninja-t jelöltem volna. Igen, amúgy igen. És még egyet hadd elemeljek ki, minden kritikus mondta a... Jó, a Transformers? Említésre sem éltó borzasztó. A design rendben volt legalább. Akkor a kit érdekel, miért csinálom még ilyen filmeket? Amit ki kell emelnem, az a Bottoms nevű film, nem tudom, hogy láttátok-e, Prime videón található meg, a kritikusok széjjel szeretgették, hogy a Bottoms az a Gen Z-k legújabb vígjátéka, mindenki nézze meg, ez annyira vicces, hogy megőrülsz, hát megnéztem, lehet, hogy öreg vagyok. Te nem kevered ez az vagy... XXX videós verzióval a Bottoms-ot? Azt máskor néztem. Szóval Gen Z, nyugodtan nézzétek meg, hogyha szeretnétek, lehet, hogy titeket meg fog fogni. Engem nagyon nem fogott meg, és lehet, hogy én nagyon-nagyon öreg vagyok ehhez a filmhez már, úgyhogy nekem ezek voltak a legrosszabb filmek tavaly. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokáig velünk tartottatok ezen a Oscar gálán, a hétköznapi Oscar gálán. Írjátok meg kérlek, hogy mik voltak a legjobb filmek számotokra 2023-ban, mik voltak a legrosszabbak, beszélgessük, folytassuk ezt az egész diskurzust, hogy mik voltak a legjobb filmek, mik voltak a filmek 2023-ban, amit érdemes megnézni, és ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el csöngetni azt a kis csöngőt ott a YouTube-on, és hát maradjatok hétköznapi.
holnapig, ahogy megszokhattátok. Sziasztok, jó éjszakát!